rá fogja kényszeríteni egyébként a hitelező pénzintézeteket arra, hogy ezt megfontolják. Tehát ez a tervezet nem fogja korlátozni a devizehitel nyújtást magánszemélyek szempontjából, de a lakásvásárlás célú hiteleknek a bejegyzését fogja megakadályozni, csökkenteni olyan mértékben, hogy valószínűleg ezt a kockázatot a pénzintézetek nem fogják átvállalni, és ezért ezt a fajta devizában való eladósodottságot a jövőre vonatkozóan fogja csökkenteni. Nyilvánvalóan a törvénynek a hatályba lépését követő időszakra kötendő szerződésekre fog vonatkozni, nem fogja befolyásolni a már megkötött deviza alapú hitelszerződések esetleges átvállalását, vagy hitel cseréjét, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kizárólag természetes személyekre vonatkozik. Szeretnék reflektálni néhány képviselőtársam felszólalására, hogy miért ilyen az euró meg a svájci frank árfolyama, és hogy mi okozta ezt a változást. Az ennyi szólva is nevetséges, hogy itt az elmúlt 2-3 hétben felszólaló néhány Fidesz képviselőtársamnak a felszólalására elszabadult a devizapiac, és Magyarországon a svájci frank meg az euró ilyen mértékben erősödött. Azt azért tudni kell, hogy a magyar forint a devizakosárban az euróhoz van kötve. A svájci franknak azért megy fel az ára a forinthoz képest, mert fölment az ára az euróhoz képest. Tehát nem a bejelentéssel kapcsolatos a svájci franknak a változása, és hát nagyon-nagyon jó lenne, ha a magyar parlamentben lennének olyan emberek, hogy az európai, a frankfurti, meg a New Yorki tőzsdét, meg a devizapiacokat így módon meg tudnák változtatni. És hát ugye ez az árfolyam, ami most van, azért ne feledkezzünk el azon a magyar gazdasági szereplőktől, akik exportőrök, akik egyébként ezt a felszólalást bekereteznék a vállalatuknál, mert őneki az export árbevételük ezáltal ennyivel nőtt, tehát a serlegnek két oldala van. Rátérnék egy néhány szóba erre az bankadó néven elhíresült adó egyszeri, 2010-ben egyszeri adóztatásra. Ez nem csak a bankok a szereplőik, az alanyaik, hanem a többi hitelintézet, biztosítók, egyéb pénzügyi szervezetek, tőzsdék, közvetítők, brókerek, mindenki beletartozik. És nyilván ennek az alapja a 2009-es mérleg alapján a különböző kamatszámítási és egyéb díjjutalékbevételek az alapjai. Ez az adó olyan szempontban nem jó, hogy senki se szereti, ha adóztatják. Viszont hát a költségvetési egyensúly megteremtéséhez azért hozzátartozik, hogy azt a szektort sújtja ez a törvény, amelyik ezt legjobban ki fogja bírni. Viszont ezért cserébe vélhetően főleg lakossági hitelezést érintően a tervezetben szereplő 2010 év végére bevezetendő állami eszközkezelő felállítása nagyban fog segíteni egyébként a bank szereplőin, a bankpiac résztvevőin, mert ugye olyan állományokat fog kivenni az ő mérlegükből, ami nekik nagy mértékben meg fogja könnyíteni a hitelezési munkájukat. Azt a hozzászólást még szeretném reflektálni, hogy Z. Kárpát Dániel képviselőtársam, aki most nincs már itt, hiányolja, hogy ez a fajta jelzálog bejegyzéses változata a lakosság terheinek csökkentésére, ez nem elégséges. Természetesen ez egyetértünk, ez nem elégséges, ez csak egy biztosíték arra, hogy a pénzügyi szférában nem teljesen otthon levő tájékozott hitelfelvevőket megóvja az állam attól, hogy eladósodjanak ezek után továbbra is devizába, de ez a folyamat, ez nem most kezdődött, ez a folyamat az elmúlt 10 év lakossági finanszírozási búmja következménye, ami most van. Sajnos az árfolyamok olyanok, hogy kénytelen az állam ebbe beleavatkozni. Egyébként ezt a feladatot a PSZÁF-nak, a jegybanknak és az előző gazdasági kabinetnek kellett volna megoldani még 2005-6-7 tájékán, hogy ezt megakadályozzuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, képviselő úr. Mint hogyha a sors így akarta volna, a szegedieknek adom meg egymás után a szót. Nógrádi Zoltán képviselő úr, Fidesz 2 perces.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Csatlakozni szeretnék Kontúr Pál képviselőhöz, aki azt mondta, hogy ez a törvénycsomag sok helyen és sok esetben viselhetőbbé, kezelhetőbbé teszi az életviszonyokat, a gazdálkodói viszonyokat, reményt keltő változásokat indít be közállapotainkban. Én szeretnék egy kis adó eltörlése kapcsán köszönetet mondani a kormánynak, ez pedig a vízgazdálkodási társulatok számára befizetendő földhasználói és gazdálkodói járulék eltörlésének a kérdése. Ez különösen az Alföldön, a homokhátságon komoly feszültséget jelentett az elmúlt időszakban, és azt bizonyította az asszályos időszakban épp úgy, mint a belvizes időszakban, hogy a vízgazdálkodás rendszerét alapvetően át kell alakítani, ennek az irányítási, felelősségi, ellenőrzési rendszerét is meg kell változtatni, és ezzel együtt a finanszírozási, adóztatási viszonyain is módosítani szükséges. Ez a törvényjavaslat lehetőséget teremt arra, hogy a gazdálkodók, földhasználók mentesüljenek ez alól a plusz adóteher alól, amelyet minden évben fizetniük kellett, és hogyha nem sikerült ezt beszedniük a társulatoknak, akkor a jegyzőknek, a települési jegyzőknek közadók módjára kellett ezt behajtani, jelentős feszültséget teremtve ez a helyi közigazgatásban. Ezzel együtt is, még ezen szigorítással együtt is, mindegy 50%-os volt csak ezeknek a társulati tagdíjaknak vagy hozzájárulásoknak a beszedési aránya, amely azt mutatja, hogy az egész rendszer jelentős mértékben sérti a jogkövetés elvét, a jogbiztonság elvét és az értékarányosság elvét is. Nos, következő évtől kezdődően az lenne a cél, hogy a vízgazdálkodásnak a problematikája, akár a vízpótlás, akár a vízelvezetés problematikája az arányos módon állami és magánterhek vonatkozásában úgy oszoljon meg, hogy az értékarányosság elve érvényesüljön. Tehát aki ebből részt vesz, aki ennek a gazdasági hasznait élvezi, az fizessen, míg azok, akik ebből nem tudnak hozzájárulni, azoknak ne kelljen ezt az adót fizetniük. Hozzá kell tegyem azt is, hogy ez nem a vízgazdálkodási társulatok ellen szól, ez a jogszabály, hanem jobban inkább az átláthatóság elvét fogja követni. Köszönjük a kormánynak az előterjesztést. Köszönöm a szót. Még a szegediségem sem engedi meg, hogy valaki túlépje a 2 percet. Megyünk tovább, előre bejelentett felszólalók sorában Kupcsok Lajos képviselő úr, Fidesz frakciójából. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslatnak egyik kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, fejlesztése. A gazdaság versenyképességének megerősítése elképzelhetetlen a bürokrácia csökkentése nélkül. Hazánk 10 éve visegrádi országok éllovasa volt, már a gazdasági versenyképességi mérőszámok többségében a térség sereghajtója lett. A 29 pontból álló akcióterv egyik tartó pillére az adminisztrációs terhek jelentős csökkentése. A törvényjavaslat 5. fejezet a beruházások megvalósításához kapcsolódó engedélyezési eljárások egyszerűsítését célozza. Ennek megfelelően a módosítások kiemelt célja a beruházásokat érintő engedélyek számának csökkentése, továbbá beruházások megvalósulásának elősegítése érdekében az adminisztratív terhek csökkentése, valamint az egyszerűsítés gyorsítás szolgáló eljárási szabályok alkalmazásának kiszélesítése. Terveink szerint jelentős időmegtakarítást fogunk elérni az elvi építési engedély kötelező jellegének megszüntetésével, amely éves szinten mintegy 1000-2000 engedélyt érint. A gazdaság versenyképessége szempontjából meghatározó építési beruházások engedélyezési folyamatát gyorsítani szükséges. A kormány mostani intézkedésével megteremti a gyorsított ügyintézés lehetőségét olyan beruházások körére is, amelyek elérik a 90 millió forintos értékhatárt és ipari vagy szolgáltatási rendeltetésűek. A vonatkozó törvény hatálya kiterjesztésre kerül a 90 millió forint teljes költségigényes legalább 15 fő foglalkoztatását vállaló beruházásokra. Rövidül a módosítás eredményekép az építési beruházások engedélyei tekintetében a bírósági keresetindítási határidő, a térségi terület felhasználási engedélyezés ügyintézése, a település és területrendezési egyeztetési eljárás határideje. Egy tervi dokumentummá válik a településfejlesztési koncepció és a település szerkezeti terv. Egyszerűsödik és rövidül a településrendezési eszközök kidolgozásának és elfogadásának ideje is. A területrendezési és hatósági eljárás kiterjesztése hónapokkal rövidítele, segíti elő a nyomvonalas infrastruktúrális beruházások minél hamarabb történő engedélyezhetőségét.
A módosítás jelentősen érint a környezetvédelmi engedélyezés területén az előzetes vizsgálati eljárás és az előzetes konzultáció alkalmazására vonatkozó szabályozást. Az előzetes vizsgálat helyett a beruházó előzetes konzultációt folytathat le a környezetvédelmi hatósággal. A konzultációs kérelem elbírálása nem hatósági eljárás keretében történik, a beruházások engedélyezésének időigénye átlagosan 3 hónappal csökkenhet a módosítás eredményeként. A kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapások következményének elhárítását halaszthatatlan feladatának tekinti. Ezért illetékmentessé válik a kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetet követő tömeges építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági eljárás, gondoljunk csak a borsodi árvizekre. A Sajóvölgyében és másútt is segíteni kell a minél előbbi újjáépítést. A környezetvédelmének általános szabályról szóló 95. év 53-as törvény módosítása egyfelől gyorsítja beruházásokat, másfelől csökkenti a hatósági eljárások számát. A környezetvédelmi engedélyhez kötött jelentős környezethasználattal járó tevékenységek esetében a környezethasználó maga dönti el, hogy kezdeményez-e előzetes konzultációt a hatóságnál, vagy rögtön a környezeti hatásvizsgálati egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtja be a felügyelőséghez. Ezekben az esetekben a környezetvédelmi hatóságnak nincs mérlegelési jogköre a hatásvizsgálat elrendelése tárgyában, jogszabálynál fogva köteles előírni a környezeti hatásvizsgálati egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a hatóság mérlegelésétől függ, fennmarad a kötelező előzetes vizsgálat intézménye. A javaslat szerint az esetek döntő részében nincs két eljárás, előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció plusz környezeti hatásvizsgálat, hanem a környezethasználó mérlegelés alapján csak környezeti hatásvizsgálati eljárás. Módosítások visszatükrözik az új kormányzati struktúrát is, egyértelműsíteni szükséges, hogy a területfejlesztési törvény területrendezésre vonatkozó külön szabályinál megjelenített feladatok a területrendezésért felelős miniszterhez, azaz a belügyminiszterhez tartoznak. A területfejlesztési stratégiai tervezési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a nemzetgazdasági miniszter látja el. A megyei területrendezési terv elfogadása kapcsán kiemelem, hogy mielőtt a megyei közgyűlés a megyei területrendezési tervet elfogadja, be kell szereznie a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását. A javaslat az állásfoglalás megadására rendelkezésre álló határidőt 3-ról 1 hónapra csökkenti. A csökkentés alatt cél nem csak a megyei területrendezési tervek mielőbbi elfogadása, de cél az országos területrendezési tervvel történő összhang mi hamarabbi bekövetkezése is. A javaslat a beépítésre szánt terület kivételes kijelölése esetében felére csökkenti az ügyintézési határidőt, 2 hónap helyett 22 munkanap alatt kell az állami főépítésznek a maga részéről az érdemi döntést meghoznia. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény az 1997. évi 78-as ismertebb nevén ETV módosítása megszünteti a 3-as tagolását a terület a település rendezési eszközöknek. Lehetőség nyílik arra, hogy a településfejlesztési koncepció és település szerkezeti terv egy dokumentációként egy eljárásban kerüljön kidolgozásra és megállapításra. Az integrált településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló dokumentum. Az integrált településfejlesztési stratégia így módon sem időben, sem költségben nem lehet akadálya a HÉSZ kidolgozásának, illetve módosításának. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A fegyelmezett költségvetési politika már alapkövetelmény, önmagában nem elegendő a gazdaság talpra állításához. A gazdaság versenyképességének megerősítése feltétele az államháztartás stabilizálásának. A bürokrácia csökkentése, a hatósági hivatalos eljárások ésszerűsítése, gyorsítása, életszerűbbé tétele régi vágya, igénye a magyar gazdaságnak, a hazai kis- és középvállalkozásoknak. Meggyőződésem, hogy minden olyan intézkedés sorozatot támogatnunk kell, ami a fenti célokat szolgálja. Ez a törvényjavaslat szervesen illeszkedik a gazdaság által várt lépések sorába. Köszönöm a figyelmet. Ugyancsak az előre bejelentett felszólalók sorában megadom a lehetőséget Román István képviselőnek a Fidesz frakciójából. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A mai nap folyamán volt szerencsém végighallgatni szinte a vitát, amely körül a törvénycsomag körül forgott. Szeretném először is az MSZP frakciót megdicsérni. Azért szeretném ezt megtenni, mert úgy látom, hogy nagyon könnyen alkalmazkodtak az ellenzéki léthez. Olyan könnyen, hogy eközben elfeledkeztek arról, hogy az elmúlt 8 évben kormányon voltak,
Szeretném önöket biztosítani, hogy a magyar emberek nem fognak még nagyon sokáig elfeledkezni arról, hogy önök 8 évig kormányozták ezt az országot.